zaklatták Bálint Natália operaénekesnőt Stuttgartban. A művésznőt péntek este három nagy darab férfi vette körül, ordibáltak vele, ismeretlen nyelven provokálták és méregették, mindezt a nyílt utcán. Az énekesnő most itt a Mokkában mesél el, hogy hogyan történt ez a zaklatás. Kezét csokolom, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Van. Szóval kijött az edzőteremből, én ennyit tudok. Igen. És akkor mi történt? Este 23 óra előtt pár perccel történt az eset, és igazából egy teljesen szokványos este volt, amikor én edzeni járok egy edzőterembe. A jó későn van azért a 23 óra. Hát a próbáktól függ. Tehát nekem úgy értem, hogy egy fiatal nő egyedül, vagy hát nem tudom milyenek. Nekem soha nem volt veszélyérzetem, és egyébként én, ahol élek Stuttgartban, egy nagyon nyugodt környéken lakom, nem a belvárosban, hanem egy külvárosi részen, és ezért is volt egy kicsit olyan szokatlan, hogy ezek a fiatalok ott voltak, és igazából nem történt, hogy konkrétan semmi, tehát itt vagyok, egy hajamszála nem görbült, énekelek, rendben vagyok, de nagyon ijesztő volt az, ami történt. Tehát nem értek önhöz, csak de hozzám értek, hozzám értek, emelgették a hajamat, tehát azt a hibát elkövettem, hogy kibontva hagytam a hajamat, és lehet, hogy ez esetleg őket ingerelte, szakértők azt mondják, hogy ezek a férfiak a szőkenőket különösen kedvelik. Mármint milyen férfiak? Hát akik engem körbevettek, tehát ugye ezek az idegen kultúrából érkezett emberek. Ja, hogy ez látható volt rajtuk, hogy ők nem igen, tehát németek? Egyrészt ugye ez egyértelmű volt a nyelvhasználatukból is, másrészt pedig hát színes bőrűek voltak. És segített valaki önnek? Vagy nem, egyedül voltam, siettem az autómhoz. Normális esetben általában az edzőterem mellett közvetlenül meg tudok állni, de most tele volt egyébként a parkoló, és ez is érdekes, mert emberek olyan sokan nem voltak körülöttünk, de az autók azok ott voltak, és egy kicsit messzebb tudtam megállni, mint ahogy szerettem volna. És történt bármilyen rendőrségi feljelentés, nem. Vagy be tudott szállni az autójába végül? Végül is be tudtam szállni. Tehát igazából konkrétan nem bántottak, szerintem csak játszani akartak velem, ők ezt szórakozásnak fogták fel. És mit keresen Stuttgartban? Mert ez nagyon csúnya, hogy mit keresen egy művésztől így megkérdezni. Milyen munkája van Stuttgartban? Én operaénekes vagyok, operaénekesként végeztem. 2011 óta élek kint Stuttgartban, akkor kezdtem a zeneművészeti főiskolát, és ez is milyen érdekes, mert például ott a főiskolán 70% külföldi, és teljesen jól megfér egymás mellett 11-12 fajta nemzet is, és tiszteletben tartjuk egymás kultúráját. Hát ez akkor egy multikulturális attitűd, amit ön képvisel. Ez egyébként, hát attitűdnek én nem nevezném, inkább azt mondanám, hogy a multikulturalizmusnak egy olyan válfajával van szerencsém foglalkozni, és egy olyan millióban van szerencsém élni, egy olyan szubkultúrában, amely pozitív. Tehát, hogyha már eleve a komoly zenét vesszük, ahol a zeneszerzők is mindenféle nemzetből jönnek, például a holnapi koncertemen a 17. kerületben énekelni fogok Mozartot, énekelni fogok... Kérdezni akartam, hogy miért van most Budapesten. Igen, Mászkányit fogok énekelni, holnap este 18 órakor a Vigyázó Sándor Művelődési Központban a Concerto Filharmonia szimfonikus zenekarral, Balogh Lázár karmester vezetésével fogunk adni egy koncertet, Jevgenyi Alekszejev zongora művész és jómagam, és például ő is orosz. Tehát nálunk az, hogy különböző nemzetiségű emberek, művészek együtt dolgoznak, ez egy teljesen megszokott és egy jól működő dolog. Ez mindig is így volt. Tehát, hogyha nézzük Liszt Ferencet, aki egy abszolút kozmopolita ember volt, ő is erősen érezte magát magyarnak, és magyarnak vallotta magát. Mégis például ugye a magyar nyelven nehézségei voltak, hogy finoman fejezzem ki magam. És mi is ezt a tradíciót, ezt a mobilitást, hogy a világban jobbra-balra mászkálunk, egyik nap Stockholmban éneklünk, másik nap Amerikában van az ember. És könnyű ez az alkalmazkodás, ahogy mondja, hogy egyik nap itt, másik nap ott? Egyébként, úgy értem, hogy azokhoz az emberekhez, tehát teljesen svédekhez, amerikaiakhoz, teljesen működik, összeköt minket a zene szeretete, összeköt minket a kultúra, és igazából, amit ma Európában multikulturalizmusnak neveznek, az szerintem inkább egy multi-antikulturalizmus, mert nem azért történnek ezek a folyamatok, hogy a kultúrákat egymás mellé tudjuk állítani, és a kultúrák szépen együtt tudjanak mozogni, és együtt tudjanak működni egymással, és adjunk egymásnak, hanem pontosan azért, hogy egyik kultúra a másikat legyőzze. Tehát például Bassam Tibi, egy szír származású professzor Berlinben megalkotta a light kultúra, vezető kultúra elméletét, és ez azt mondja ki, hogy ha több népet egymás mellé teszünk, erőszakkal is akár, tehát gerjesztett folyamatok árán, akkor egyik kultúra óhatatlanul le fogja győzni a másikat. És ez az, ami nálunk a komoly zenében, a művészvilágban nem így van, mert kölcsönösen tiszteletben tartjuk egymás kultúráját. Magyarul éppen ellenkezőleg itt erősíti. Teljesen, egyik igen. Kultúra a másikat, és tiszteletben tartjuk, és nem csak a színpadon, hanem a színpadon kívül is. Tehát, hogyha például kollégák egymás között vagyunk, akkor az egy megszokott dolog, hogy a
brazil operaénekesnő kollégám valami olyat főz, ami az ő kultúrájából jön. Én magyar érzelmű vagyok egyébként is, tehát én nagyon büszke vagyok a gyökereimre, és nagyon fontos számomra a magyarság tudatának az erősítése Németországban is. Akárhányszor vagyok Németországban egy koncerten, és szabad a programválasztásom, akkor mindig bele szoktam csempészni egy Kodálydalt, népdalfeldolgozást, Bartók műveket, azért, hogy ezáltal is adjak azoknak az embereknek, akik engem egyébként befogadtak. Tehát én beszélek folyékonyan németül, és számomra nagyon fontos, hogy a kultúrák egymás mellett tudjanak élni. És ezt holnap 17. kerületben meg is tudja mutatni 18 órakor. Nagyon szépen köszönöm, művészen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.